a Híradó birtokába a 10 évvel ezelőtti körmendi gyerekgyilkossággal kapcsolatban. A felvételen Táncos Gábor látható, és hitelességét olyan tanúk támasztják alá, akik mindenre emlékeznek, de sohasem hallgatták ki őket. Az emberölés miatt elítélt és idén januárban szabadult Táncos ma is azt mondja, ártatlan. Ez a sérülés, azt meg tudja. Valahol a nyakán, ezt nem tudom pontosan, hogy mit tudom én, itt lejjebb, de a nyakán az biztos. Gyanúsítotti kihallgatás a körmendi gyerekgyilkosság ügyében 1998. április 24-én. Táncos Gábor beismeri, hogy ő ölte meg a 11 éves házsó fiát. A Híradó megkereste a 10 évvel ezelőtti kihallgatáson jelenlévő hatósági tanút, aki egészségi állapota miatt nem tudott kamera előtt nyilatkozni. Azt azonban határozottan állította, hogy Táncos Gábor önként kényszer nélkül tett beismerő vallomást. Esetleg csak megszédült, de eszméletét vesztette, nem tudom, de az biztos, hogy utána szinte azonnal csináltam a többit, tehát ezt a sebet. Újabb kihallgatás, újabb beismerő vallomás. Hartwig Andrea jegyzőkönyvvezetőként végig ott volt. Senki hozzá nem nyúlt, nem bántották, és részletességgel mondta elő, hogy hogyan csinálta, mit csinált. Így balról jobbra így. Táncos Gábor ügyvédje kérdéseire válaszol egy újabb kihallgatáson. Nem szúrtam, hanem vágtam. Táncos Gábor összesen 12 beismerő vallomást tett. Ebből 3-at szóban, 7-et írásban, 2-szer pedig orvosok előtt. Táncos Gábor igazságügyi elmeorvos szakértői és pszichológus szakértői vizsgálatát végeztük. A vizsgálatok során kényszer nélkül kérdésekre és spontán elmondta, hogy ő követte el a bűncselekményt. Táncos Gábort a bíróság 13 év fegyházra ítélte. A büntetés 3/4-ének letöltése után idén januárban szabadult. Táncos Gábor a bíróságon mind a 12 beismerő vallomását visszavonta, de volt egy 13. is, aminek a másolata nemrég a Híradó birtokába került. Ez egy bocsánatkérő levél, amit Táncos a meggyilkolt kislány szüleinek írt. Ebből idézek. Iszonyatosan megbántam. Én követtem el ezt a szörnyűséget, és nekem kell a felelősséget vállalnom a következményekért. Ezt a vallomást Táncos Gábor soha nem vonta vissza. A Híradót Víg András tudósította. Táncos Gábort és ügyvédjét is próbáltuk megszólaltatni, de egyikük sem akart kameránk elé állni.